A karácsonyi előkészületi időszakban jelentősen megnövekszik a forgalom a bevásárlóközpontokban, vagy akár a városok fűterén lévő forgatagok standjainál is. Munkaidő után, valamint hétvégén a legnagyobb a zsúfoltság, így a zsebtolvajok számára is ez lehet a legalkalmasabb időszak arra, hogy bűncselekményt kövessenek el. Érdemes a vásárlás során fokozottan óvatosnak lenni, így például arra is figyeljünk, hogy a leparkolt gépkocsiban ne hagyjunk értékes tárgyat, a pénztárnál pedig semmilyen felesleges személyes iratot ne vegyünk elő. A lehető legkevesebb készpénz legyen mindenkinél. A rendőrség azt kéri, hogyha lehet, akkor mindenki bankkártyával próbáljon fizetni, és nagyon fontos, hogy a bankkártya mellett ne legyen ott a PIN kód. Az értékeket egyébként is ilyenkor kiemelten kell kezelni, fokozott óvatosságot kérünk mindenkitől. A bevásárlás során a bevásárlókocsiban ne maradjon benne a táska. Egyáltalán ha visznek táskát, akkor az a test őrizetében legyenek, főleg a hölgyek esetében, legyen becipzározva, bezárva. Mobiltelefon, pénztárca, ez a klasszikus hiba, hogy benne hagyják a kosárba, vagy a farzsebbe helyezik el, és ilyenkor egyfajta lehetőség teremt az bűncselekmény elkövetésére. Nem csak így lophatnak meg minket, a bűnözők ugyanis a jó hiszeműségünket is kihasználhatják. A karácsonyi időszakban nem ritkák az adománygyűjtő akciók. A legtöbb ennek valódi, tehát ténylegesen jótékony célokra fordítanak némi összeget, ugyanakkor könnyen csalás áldozatává is válhatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Fontos megbizonyosodni a felajánlást váró személy vagy szervezet adatairól. Az átverés legegyértelműbb jele pedig az, ha készpénzt kérnek tőlünk, az ugyanis jogszabályellenes. Arcképes igazolványra kell rendelkezni az adománygyűjtő tevékenységet végzőnek, és nagyon fontos dolog, hogy a mai viszonylatban az adománygyűjtés már nem arról szól, mint korábban, hogy készpénzt fogadnak el bárkitől is, hanem csekket adnak, és azon kell befizetni adott összeget, amit az állampolgárok jónak gondolnak, vagy egy folyószámlaszámot adnak meg. Értelemszerűen nem csak egy sima folyószámlaszám, hanem valamilyen honlappal együtt, ahol meg lehet tekinteni pontosan, hogy mely szervezet, aki az adományt gyűjti, és ott szintén az állampolgár dönti el, hogy mekkora összeget fog átutalni. Tehát a rendőrség kérése az, hogy készpénzt senki se adjon át adománygyűjtőnek. A bűnmegelőzés érdekében a vásárlás időszakában fokozott figyelmet fordít a rendőrség a nagyobb bevásárlóközpontok, valamint a forgatagok helyszínére. Ezeket a helyeket egyen és civil ruhás rendőrök egyaránt járják, akik azonban nem csak a lehetséges lopásokat és csalásokat, hanem a közlekedési szabálysértéseket is szemmel tartják.